Sziasztok, sziasztok! Üdvözöllek benneteket a csatornámon. A mai adásban Construction Simulator fogunk játszani. Nézzünk körül, hogy éppen hol helyezkedünk el. Lőjük be a lokális tartózkodási helyünket. Megnézem a térképet. Igen. Még mindig ugyanott vagyunk, ahol abba hagytuk az előző részt. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha vállalnánk valami olyan megbízatást, ami elég jól tejel. Nézzétek, srácok! Ezt, hogy megcsináljam, 56 ezer pénzes megbízás, szükségünk lesz egy nagy kotrógépre. Na jó, most srácok, befejeztem ezt a baromduát. Várjatok, mit is akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy meglepődtem az előző rész kapcsolatos, visszacsatolásos, kommentes dolgok. Hogy mondják ezt, bazd? Várjatok, de komolyan, hogy nem újra kezdem. Na. Csácsúj, csörtészt a csokoládé és traktorkerék üdv a csatornák kíper jelentkezik a következő Construction Simulatorra. Figyeljetek, figyeljetek! Az a helyzet, hogy azt nézem, hogy vannak itt olyan megbízások, amit nem tudok elvállalni, mert nincs egy nagy kotrógépem, és meg kéne nézni, hogy mennyibe kerül egy nagy kotrógép. De az a baj, mi az építészeti megbízások? Az a gond, mert az arra, az arjában a... Mit vagyunk itt menne újra? Hol volt ez a izé? Hol volt ez a bolt, ahol lehetett venni ilyen dolgokat, gyerekek? Nem emlékszem rá. Komolyan. Wolfenstein város, jó. Itt volt, nem? Vasútállam, ja nem? Várjátok, itt volt-e? Járműkereskedés. Nem lehet ide izényi spawnolni valahogy, vagy mit tudom. De szerintem meg lehet. Szerintem lehet odaugrani, várjátok, ugorjunk be ebbe a verdába. Mert ugye van itt ilyen, hogy teleportációs dolgok. Ja, ezt nem lehet, mert izény, nem lehet odaugrani, mert veletem. Oh my god, el kell mennünk, de megnézzük, mennyibe kerül egy kis potrógép. De tudjátok, mit csinálnék? Én szívesen. Na, nézzük meg még egyszer ezt a megbízásokat. Ez nekem nagyon-nagyon-nagyon, ez bántja itt. 42 ezerbe kerül a gyerekek, hát ez nagyon jó lenne. De az előbb nem több volt, na mindegy. Mit kell csinálni? Nem lehet be az, mert szükséges nagy potrógép. Oh shit. De szerintem a nagy kotrógép az nem fog kijönni nekünk 96 ezerből. Hogy kijön? Na jó, mindegy, menjünk oda, azt megnézzük. Jó, ha nem, akkor nem. Nem tudom, hogy mit akartam mondani. Gyerekek, a... Most megpróbálok egy kicsit komolyabban vezetni, mármint tik-tik, indexeltem. Csak nem láttátok, ki van égve az égő. Tik-tik, visszaindexeltem. Op-op-op, sorry, hogyha neked megyek. Nem megyek ám nekik, most nagyon, most meg vagyok komolyodva, gyerekek. Most teljesen úgy vezetek, ahogy kell, még itt is meg fogok állni. Hőhe! De az az érdekes, hogy vonalnál kell elvileg megállni. Ugye, van egy, a stop táblán általában van egy vonal, ha jól tudom. Ha nincs, akkor ugye az út vonalában, mármint a kereszteződő út vonalában talál, vagy nem is tudom, hogy van, nem tudom a questet. És a vonal az körülbelül hol volt? Rohadtul messze. Rohadtul messze volt a vonal. Veszünk egy kotrógépet nagyot, amúgy is tök jó lenne. Az nem tudom, hogy fogok az a kötőt özlekedni, gyerekek. Hogy mire fogom felhelyezni. Nem? Végis úgy, az, mit gondoltok? Szóval ez. Gyerekek, pergős gameplay van. Nem szarozunk. Ú, itt már vannak csajok. Itt már ők karambol lesz, baze, mert azokat stírolom. Sziasztok, lányom. Hoppá, mi volt ez a hang? Nem én fingottam. Kanyarodósáv, piros lámpa, megálltunk! Megálltam. És nem látom a lámpát. Elvileg most az zöld, zöld. Három betűs szín. Nem a kék, mi az? Zöld. Jó, van oké, csapassuk, csapassuk. Junior meg itt alszik, képzeljétek. Annyira, annyira ügyes, okos. Mindig meghoztuk a, majd megvettem a ventilátort, tudjátok, volt ilyen unboxingomról. Ott a rendőr autó! Azt hittem, bazzai, nincsenek rendőrök itt, ez ilyen izé van.
Kanon. Na, itt van például a vonal, ugye? Na, mit akartam? Ja, meghoztuk a ventilátor, félt tőle. Most meg már az van, hogy ott kellett volna, nem abba a sávba. Na, mindegy. Átcsusszalunk. Fél tőle. Most meg már nem fél, hanem úgy fekszik fel az ágyra, hogy pont szembe a ventilátorral. Akkor egy kicsit bajban van, amikor be van állítva, hogy oszcilláljon a ventilátor. Figyeljetek, megijesztem. Beszartál, mit adta? Jó. Hey, ez meg nem lesz jó, mert nem tudok vele beszélni, túl közel van a verda. Várjátok, tölessünk egy kicsit hátra. Na, indul meg. Na, hol van az a nagy kotrógép, gyerekek? Elvileg valahol. Kis kotrógép. A kis kotrógép is 90 000 forintba kerül? Hülye vagy? Milyen porkocsik ezek? Wow! Hülye voltam, hogy ezért vettem. Járművek értékesítése. Az a nagy izé, ez nekem annyira nem jön be. Nézzük meg, mennyibe kerül az izé nagy kotrógép. Bazz, drága dolgok vannak így. Nem is látom. Nagy kotrógép itt van. Kic az azért bekerül? Tesó, ezt nem fogjuk elvállalni, ezt a munkát, hogy érzem. Pedig olyan jó kis járművek vannak. Dömper, na ezt tetszik. 100 000-be kerül csak. Úthengér. Ez annyira nem, ez akkora szar választás volt, hogy az ilyen izé KCR-es tököm tudja. Van kamion? Van nyerges vontató? Kellene lennie. Nyerges vontató itt van, nézzétek. És csak 100 000-be kerül. Hú, tök jó, és menj a pótkocsira. Ó, izé kell, hogy a gyerekek rájöttem, nyerges vontató kellene. És ahhoz venni pótkocsit, nem egyszerűbb? Veszek egy nyerges vontatót és pótkocsit rá. Az tök jó, az buli. Ezért eladom. Nem kell nekem ez a KCR-es tudsz. Ez nekem nem jön be. Akkor nem vállalok inkább olyan munkát. Ez annyira tök nem tetszik. Tudom, hogy most bukok rajta ezért X összeget, de nekem ez nem jön, nem, nagyon nem bejövős. Akarok venni egy nyerges vontatót, gyerekek. Mindenképpen. Nyerges vontató. Vásárlás. Hogyne? És akkor egy pótkocsit rá, egy és akkor tudunk menni hozzá ugye mindenféle, tudunk ilyet is, meg billencset is, és akkor gyakorlatilag kiváltja az összes fajta lehetőséget. Hát nem? Hát de! Hát gyerekek, akkor vegyünk egy ilyet először. Ott, ez nagyon cool. Na, hol vagyok? Ott! Most hol van a verda? Ja, itt van. Hát nem, hát ez nem sokkal jobb, mint a többi. Hát erre minden fel lehet pakolni. Meg kellene fontolni, de úgy újabb járművásárlás. A gyerekek le vagyunk gatyásodva, az át, nem fontolok meg semmit. Na, nyerges téma van. Na, hát ez, ennek már örülök. De ez meg lehet, hogy nem tud billenteni. Megint rácsasztam, mi gyerekek? Ja nem, mert ez csak az izé tud billenteni. Cej! Viszont van egy nyerges vontató, ennek tudunk örülni. Jobb. Kicsit fel kéne húzni a lábakat, mint támasztékokat. Shift és Q. Itt van mindig ugyanaz. Ja, és akkor most rá is nehezedett a gépre. Jó. Tudjátok mit bánok? Hogy ugyanaz a belső nézete mindennek. Ugye, ugyanazt a mont használjuk gyakorlatilag. Nem baj. Jó ez. Mert ez már lényegesen más, hogy tudjuk vezetni. Szóval sörasszisztens! Sörasszisztens! Hol van a kávém? Arról beszéljél. Azt mondtam nem. Ne azt mondtam, kérek! Majd lesz. A gyerekek, vállalunk egy munkát, jó? Megbízások, mert ne csak itt tevéskedjünk. Családház. Beépített. Ez jónak tűnik. Szerez be négy kis téglát, tetőcserép és szigetőanyag. Gyerekek! Ez király! Elfogadtam, baj lesz belőle, gyerekek, baj lesz belőle. Ez nem tud billenteni az a retyirotyi. Ugye? Ez nem tud billenteni, úgyhogy ez gyakorlatilag ez fain. De nem jó. Várjatok, gyerekek, kiszállunk. Ez milyen a kérdőjel? Őket be kéne ugrattatni.
Van egy olyan lehetőség az, hogy minden egy járművet visszaugratjuk. Hol vannak hol van? Cég? Járműpark, és akkor van egy ilyen, hogy minden egyét visszaugrattuk. Igen, jó, oké. Annyit akartam. Igen. Hogy ugye mit kell elszállítanom összesen? Az érdekel engem. Kell 4 darab kis tégla, kell kis tetőcserép, 4 szigetelőanyag. Gyerekek, én ezt egyből le fogom szállítani az összeset a kis teremmel. Figyeljétek meg. Na hol van ez? Ott van a portkocsi, jó, vettem egy igazából. Hát mondjuk, hogy majd használható valamikor. Azt utálom, hogy nem lehet billenteni, mert utána akkor meg mindig targoncával kell leszedni. És ez annyira idegesítő, ugye? Hogy nem tudod lerakni. Oké, hogy ez egy ilyen csalás a játékban, de... Jaj, egy harisnya van a számítógép monitoromon. Ez egy szuvenír. Szuvenír nyihaha. Majdnem most... Tessék, majd... itt a kávéd. A sörasszisztense begyújtotta az ablakon a kávémat, majdnem neki mentem egy járminek. Köszönöm szépen! Hú, meg kell köszönnöm, úgy nézett rám, mint a vasvella. Na gyerekek, úgy kell ide helyezkednem, hogy nagyon elférjek, mert én ezt az összeset most fel akarom pakolni. Nem tudok kinélni az ablakon már. Tényleg úgy kéne ide helyezkedni, hogy körbe tudjam járni a járművet. Mert én tényleg az összeset meg akarom most oldani, hogy felrakom. És úgy kéne csinálni, gyerekek, hogy először csak egy annyit venni meg, amennyi éppen felpakol, 4 darab kis téglát be felveszünk, és azt felrakom. Gyerekek, hol a targonca? Régebben itt volt itt targonca, mi van? Ennyi volt, elsumálkoltak? Kölcsönzés. Mobil WC. Mi van? Nem tudom, mi a különbség ez között, de jó van. És akkor kis tégla, ugye? 4 darab? Jó. És akkor ezt felrakom. És felrakunk erre most minden gyerekek. Úgyhogy úgy okosan kell, nagyon okosan kell ezt felpakolni, hogy felférjen. Way. Új megbízások. Mindig akkor van új megbízás, biztosan zsíros feladat, aztán ilyenkor meg már nem tudom elválni. Vagyis vissza lehet mondani, gondolom, ezt a megbízást, hogyha hülyék vagyunk hozzá, de az ember ki az, aki visszamondja? Miért mondanám vissza, nem? Na gyerekek. Hú, hát ez nem lesz egyszerű. Nem tudom, hogy meddig az égig lehet-e pakolni ezeket a terrautókat, de most ezt megpróbálom nagyon-nagyon sűrűn rakni itt a dolgokat. Igazság, hogy lehet, hogy elférnám 2. Bele is akadtam, jó? Mindjárt. Nagyon szépen, akkurátusan rakjuk be fel a dolgokat. Nehogy kilógjon, ugye platótól. Elvileg nem rók ki. Hátszük vissza. Óvatosan, mert itt van mögöttük meg épp, ugye? Azért inkább külső nézetbe váltunk. Azt meg akarom próbálni, hogyha hármat rakok egymásra, akkor azt is leköti-e. Úgyhogy azt megnézem. Most egymásra rakok hármat, ugye az elején ezt jó lenne letisztázni. Azt csak próbálok hármat egymásra, és akkor ha leköti, akkor tényleg el tudok mindent. Ezzel a kis terútól a gyerekek mindent el tudsz állítani. Akkor konkrétan. Később lesznek olyan megbízások is, hogy még toronydarúval is kell dolgozni a gyerekek. Nagy épületeket összehozni, ugye még ilyen pici kis vállalkozók vagyunk. Hopp. Hoppá! És akkor most rárakok erre még egyet. Várjatok, ezt most megpróbálom a kötést. Ez jó, ugye? Megnézzük, hogy a hármat leköti-e.
Lehet, hogy azt már nem. Akkor azzal ugye bajokba lesznek, bajba leszünk. Ez annyira nem idétlen gameplay, mint az előző. Az elején megpróbáltam komolyra venni a figurát, nem jött össze. De egyébként nagyon sokaknak tetszett, hogy elhülyeskedtem. Volt egy-két olyan arc, aki írta, hogy te most tényleg ilyen hülye vagy csak csinálod? Nem tudom. Még az ennél sose gondolkodtam. Na, oda nézzetek, na? Jó, van egy harizsnya a mikrofonomon, mert ha van egy nagy cseresznyem fel a házunk előtt. És lepotyogott egy csomó cseresznye, és a legyek azon repkednek, és ha kinyitod az ajtót, biztos, hogy beszökik egy. És akkor meg azt hallgatjátok, hogy zizeg a izén a mikrofonon, már többen észrevettétek. Ezt nem akarom ezzel elcseszni a jadig élményt. Na, most erre rohadt kíváncsi vagyok, hogy lespaniferezi-e azt is. Azt már nem, mi? A kicsik. Azt már nem. Jó, gyerekek, lesz baj. Na mindegy, nyomjuk neki. Már nem, csak visszafeloldom. Hát óvatosan majd megoldjuk. Megoldjuk kicsiből az gyerekek. Nem kell itt ízni. Kovaja, nem kell itt be. Rettyenteni. Nem kell beszaladni. Jó, na. Figyeljétek! Tudom jó, hogy azért kapnék, hogyha nem próbálnám meg az összeset egyszerre elvinni. Tudom, én már ismernek benneteket, mint a rossz pénzt. Azt mondta ugye, hogy lehet, hogy elférne kettő egymás úgyis, hogy majd jó az így úgyis elférne egymás mellett kettő, hogy így elfordítva. Csak az a baj, nem tudom úgy berakni. A vége alá nem tudok össze halljatok, nincs idő? De tudom, aha! Halljatok? Nincs olyan. Nem tudom, csak előre dönteni, meg ide-oda dönteni tudom, de oldalra nem tudom. A villákat nem tudom összerúgni. Ugye ilyenkor kikére szállít a targon szavaztam, oda rúgni egyet villának, hogy mennyi ma összefelé. Megnézzük, mi kell ide még? Ez ugye megvan. Második fázis. Kell 4 darab kis tetőcserép, és 2 darab szigetelőanyag. 4 darab kis tetőcserép, 2 szigetelőanyag. Milyen színű? Az sem mindegy, hogy megyek meg be ezzel. Városi. Szürke. Ja, csak az csak szürkében van. Négy. És mikor még? Szigetelőanyag vásárlás. És akkor szigetelőanyag. Az meg csak kettő. Ja. Én költöm a pénzemet ilyen hülyeséget. Jó. És akkor ezt várjunk, csak megnézzük, hogy tudom elrakni. Egy, kettő. Három nem fér, igen, nem. Egy, kettő. Hát, az a baj, hogy elférne, csak tényleg a hosszú villa kéne, vagy valami, mert nem tudom ezeket így beforgatni normálisan. Na mindegy, vigyünk valamennyit. Aztán majd alakul közben. Ez is különben tipikus az a játék, hogy kormánnyal azért jobb benne, fontosabban lehetne irányítani a targoncát. Azért el lehet így is szórakozni. Jó, hát három elférne, hogyha be tudnám normálisan rakni. A plató végre be tudnok kettőt rakni szerintem egymás mellé. Na várjátok, most akkor ezt próbáljuk meg. Ez most elég nehéz lesz. Meg fogom próbálni. Ezt ott meglököm oda be. Úgy. Hát ezt pont így akartam, nagyon jó. És a plató végre megpróbáljuk keresztbe rakni őket. És akkor tényleg lerögzítve tudom menni. Most egy kicsit targonca szimulátorozunk mi. Ezt utáljátok biztos. Így jó, ide rakom, ugye? Na, ugye tudom, értitek, mire gondolok? Csak az a kettő vas kütyű nem lenne ott, akkor még boldogabb lennék.
Ó, te fiú, hát mennyi vissza. Úgy. Akkor megpróbálom most oda keresztbe kettőt. Mondjuk még nem, várjátok, azt le kéne nyomnom. Mondjuk igazából lefele villával nagyon nehéz nyomni, mivel az ugye csak függesztve van. Ó, ez sikerült, csak meg kellett egy kicsit piccinteni. Jó. Tetszik egyébként. Most ez egy ilyen új kihívás nekem, hogy mindent próbáljunk elvinni egy darab kis teherautóval. Van kamionom, meg minden, de nem számít. Az a kamion az megint az a baj vele, hogy megint nem tud, hát a kamionok általában nem tudom, hogy a izét lehet-e árut rögzíteni. Van ilyen, minek nevezik? Ilyen dömperes pótom, vagy lehet hozzá venni. Most olyanra felszórnám ezt, mint igazából most felszórnám így random mindenhogyan, aztán kész, utána meg lebillenteni. Azt kellett volna a gyerekek. A legközelebb azt nyomjuk. Veszünk egy olyat, az is csak 25 ezerbe kerül, ugye? Hoppá, hoppá, nehogy leborulj. Én vágjátok, miről beszélek. Na, iszunk egy kis kávét, hogyha már ide hozta nekem a sörasszisztensem. És akkor a végébe kettő, nem tudom, remélem, hogy elfér. Mert ugye egy, kettő, három, egyel több, mint amennyit el tudok rakni. Egy az oda megy, kettő oda megy. Igen. Kettőt, ha végébe be kéne raknom, akkor lenne jó. De nem, jaj, megvan a megoldás, teljes. Gyerekek, ez profi. Figyeljetek, logisztika. Meg fogjátok látni, hogy leborultok. Mi a szar? Na már mi van ma? Figyeljétek majd a prot code. Csak az lesz a baj, hogyha nem egy helyre kell vinni. Aha, előtt is ez volt a baj. Ugye? Hát hivatkozunk, hogy egy helyre kelljen. Akkor megint úgy el. Visszük egyik helyre a másikra, olyan. Tudjátok, hogy áll. Csúnya forron. Ide ledobjuk. Erre rakunk még egyet. Ugye? És akkor most, hogy megnézitek, akkor 1, 2, 3 ra tudok rakni, meg azt a fölsőt is le tudom menni, és át tudom rakni másikra, és így bőven akkor el tudom szállítani az összeset egyszerre. Nem kell külön-külön. Gyerekek, miért nem ezt csinálom? Azt sem tudom, hova tolatok meg, gurulok meg minden itt. Ez egy kicsit könnyebb, nem? És akkor ezeket meg ugye már rakhatom a tetejére. Másik oldalra rakom, és akkor ezt csak le kell emelnem ide, hogy. Igazából most azt mondjátok, hogy ez sokáig tart, de ugye mégiscsak időt spórolok meg vele. Mert hogyha minden fogat külön vinni kell, akkor még tovább tartanak. Hoppá, mi volt ez? Valami, neki gangoltam. Aha, jó. Hű, baza. Jó ez! Gyerekek, ennél jobb nem kell. Precíziós rakodó technika. Megint majd kapom. Bőven hülye vagy csak. Csinálod. Ez a szigetelőanyag, ezt megenném, olyan, mint valami abcukor. Ez valami mi ez? Kőzött gyapot, vagy mi akar lenni? Valami olyasmi, ugye? Hülye vagy! Ma de nem látok! Majd felborítottam az egész hobbelebancot. Ahogy de hülye vagy! Torgoncás fail! Nagyon. Ő gyerekek, ez nem egyszerű. Na, akkor ezt megy a végébe. Vagy nem, először leveszem azt a felsőt most. Ezt leveszem, mert ez így hülyeség, ugye ezt nem köti le. Ó, jó, itt meg, mint hogyha lelógna ja, nem lóg le, talán nem lóg le. A felsőt le kell vennem. És akkor lejjebb rakjuk.
Egyszer ilyen raklapokból akartam ágyat csinálni magamnak, ilyen eurós új, zsírói raklapokból, mert én láttam ilyen hülye oldalakat, hogy jó, micsoda jó dizájnos ágyakat, meg minden asztalokat, meg mindent lehet csinálni. Szóval rájöttem azért, oké, hogy valahogy egy fényképen vágyva tök faszán néz ki, de azért, hogyha valaki jönne hozzám, és annyira nem modern szemléletű, akkor lehet, hogy röhögne egy jót, hogy te hülye, vagy mi az a raklapokból ágy. Most ott oké, hogy összerakják szépen. Ez a mennyit húz van az öröcsém! Meg jó, hogy nincs új korlátozás. Nincs új korlátozás? Hát nem tudok sokat fordulni, akkor lopom a gázolajat majd. Az lenne a jó. Zsari, ő írta, hogy be kéne vezetni az adózást is a az ilyen játékokban. Hát azt is be kéne akkor vezetni már, hogy mennyi gázolajot lopunk el a tarmacából a végén. Mennyit spóroló, hogy klímát, vagy buszokon az rendszeres volt régen, azt nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy spóroltak mindig az ütéssel, mert azt az gázolajat mindig el tudták lopni, aztán nagy kabátba ürögeltek a buszsofőrök, az utasok meg megfagytak kb. Na, nézzük meg a lerakodást, vagy lekötözést. Fős le. Ez itt mi ez? Ez mi? Ja, jó, lekötötte. Fős, az csukom a platót mindjárt, gyerek. Brim, 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 most ment el egy cimcor az ablak előtt. Na figyeljetek! Profi vagyunk, majd profi vagyunk. Hm? Egy kell ezt vinni, persze. Ha nem szórakozunk itt. Mennyi gázolajat meg lehet... Júj, de hogyan billeg a verze? Mennyi gázolajat el tudunk lopni, mi a vége? Egy fuvarra leviszünk mindent. Imádkozzatok, hogy egy helyre lehessen. Na mi van, bazen? Nekem volt... Van, vagy nem tudom. Index. Ja, nem jó fele megyek, de oda nézzetek, görbíti a izét a GPS. Na, jó, oké, most már. Sanyi, menj innen az utamból, elütlek. Rámegyek a sarkadra. Sarka kata. Rámegyek a sarkadra, kata. Na, imádkozzatok, hogy ezt mindegy helyre kelljen borítani. Már ha nem, akkor nem tudom mi lesz. Akkor hozhatom a kis rakodógépemet, aztán rácsesztünk. Na, figyeljetek. Az a baj, nem tudod úgy megoldani, ugye, hogy azt kötöd le, amelyiket te akarod. Hát ez egy akkora hülyeség ebben a játékban a gyerekeket, hogy nem lehet így rendesen gázolajat lopni. Na. Meghoztam a cuccot. Úgy kell volna, hogy a téglát hátra, mi? Hogy azt pakoltam volna hátra. Kicsit megrázzuk. Na, megérkezett a tégla. Nem kell rögni. Ez így hiteles. Nem, no, mennyi hátra a tömeg. A tégla nem fog leesni. És a földre nem ér le, ha nem, nem jónám neki. Álljátok. Vannak bajok. Mindjárt. Megvan. Megvan a második feladat is. Harmadik feladat. Szürke tetőcserét. Már majdnem benne is van. Álljátok meg, oda leesett egy. Ezt ki kéne halászni onnan. Simpson ment az ablak alatt. Bocsánatot kívánok, gyerekek. Azt ki kell onnan halásznom, de szerintem ezzel nem fogom tudni, mert oda pettyert oda, mi? Vagy lendületből. Nyomunk egy lendületes gyorsulást. Hoppá. És megpróbáljuk kiütni onnan. Nem sikerült? Nyomunk egy backspace-t. Baj van. Baj van. Megbüntet a rendőr, ha ezzel kimegyek az utcára? Várjátok. Nem. Ameddig én felkütyülöm, addig el is megyek oda. Transformers. Rácsapok a csajnak a seggére ezzel a kanállal.
Tudom, hogy mindenki mire gondol. Komolyan mondom. Állítson bele a szélvédőbe ezt a kanalat. Csak azért, mert kértétek. És nem is fél a csávó. Nincs semmi gond, hogy itt duhajkodik a gyerek. Ugyan megyek kicsit. Barátor? Jó, eddig elviseltük a hülyeskedésedet, de ez most már túlzás. Ez már túlzás, hogy az autókat rongálod ez a játékba. Ez egy komoly játék. Nem lehet rongálni, vagy. Nem lehet rongálni vele, tehát várjatok? Hát ez a hülyeség. Miért ne lehetne rongálni vele? Odébb, taszajtolok. Meghúzom az oldaladat. Na jó, menjünk. Elnézést kívánok a hülyeségért. Oda megyünk a célterületre. Az a baj, hogy nem lehet útközben most használni a kanalat, hanem így mindig ki kell váltani rá. Búj-búj zöld, ág zöld levelecske. Nem tudsz átbújni alatta? Na! Gyere! Gyere! Átférsz! Gyerekek, átférsz! Tudja, hogy nem fér át, vagy egyszerűen nem is fog átmenni semmiképpen, hogyha én itt duhajkodok. Na, várjátok, ezt meg kell próbálni. Kicsit odébb állok. Gyere! Gyere, állj! Na, várja. Mindjárt, kicsit följebb emelöm, jó? Gyere! Gyere, átférsz! És már tényleg átférsz, de legyél béra. Hú de loser vagy ebbe. Hú de loser vagy. Jó, menjünk. Oda nézzetek, fogdózza a seggét a csajnak. Hopp! Csapkodja a seggét. Ez tényleg loser, figyeljétek, nem megy át ott. Templom. Ezt tudjátok milyen jel? Milyen tábla? Ez. Szárnyas bomba. Szárnyas bombák hullhat környéken. Az. Komolyan nem, miért nem? Nem tudom megmutatni, de az az. Így is időt spóroltuk meg, gyerekek. Mivel amíg háromat leszállítottam volna, az nagyon-nagyon hosszú idő volt. Ez meg a loserség teteje, csáó. Na mindjárt befordulok itt, befejtülök. Jó lett volna az egész koncepció, hogyha azok a raklapok oda nem borulnak be. Amúgy tényleg. Na mi van, loserek? Menjetek. Jó. Mindjárt meg lesz gyerekek. Most már nem sok idő. Igen. Ajné. Nem akarok beleesni ebbe a lyukba. Spacer! Gyerek, ilyen. Itt veszik el a világ dicsősége. Megcsináltam volna tök fain patentra, erre meg a játék hibájából történtek ezek az dolgok. Ott is leesett egy, ott beesett. Hát hogyan képzeli egyáltalán? Jó, de van ilyen tolólap is, lehet tologatni. Megvan a megoldás, mindig hogyha hozzuk egy ízét. Nagyon-nagyon kitaláltam. Ha hozok egy ilyen rakományt, magammal hozom mindig a kotrót, és akkor így tudok korrigálni, hogyha van valami hiba. Ha? Egy olyan ízé lenne jó, egy olyan gép, ami tud billenteni, meg van rajt KCR is. Na, hát azzal kiegyeznék. Vigyelj el a területről. Hát kapjátok be, utána meg jöjjek vissza. Mi? Na jó. Nem pont átfért a bója, mi? Mazli. Na menjünk, kis kotrógép. Kotrógy. Kotrógyunk. Mi, ennél jobban? Ennyire utálnak minket itt?
Van egy olyan érzésem, hogy az nem fog levenni, mert hátsó kerekes. De lerugottott, jó vagy. Mindig azt hiszem, Mad Max, azt ki akarok ugrani a mert közben. Na, menjünk már odébb. Kis kotrógép, mert mindig területem van. Hát hova kell mennem már? Végre. És megvan, megcsináltam, ugye megvan a másik is. A második fázis és a harmadik fázis is. Úgyhogy nem volt egy olyan nagy hülyeség ez az egész. Van egy ötletem, srácok. Most csak azért megkértétek, tudom, hogy nem kértétek, de akkor is. Most ezt meg kell próbálnom. Meg kell, ezt muszáj megpróbálnom. Szoktam ilyen videókat látni, hogy felmennek a teherautóra, ilyen kotrógéppel, így fölkaparják magukat, és azt én meg akarom próbálni. Azon gondolkozok, hogy hol próbálhatnám meg. Valami olyan hely kéne, ahol egy kicsit lejtős. Na, ott talán, ott a templomon túl. És akkor megpróbáljuk ezt, jó? Hogy fel tudok-e menni a tete hátuljára. Jó? Nem baj? Ó, lámpaoszlopos! Anyád! Jó, itt lesz a jó. A izén lesz jó a lépcső, gyerekek. Ez lesz a jó. A lépcsőre felkaparunk valahogy, és akkor itt fölmászok rá. Csak toladni tudnám, már Keeper megtanulhatta volna ennyi szimulátor játék alatt. Így lesz a jó, az. És akkor fölmegyünk. Egy rampa jó lenne azt. Na várjátok, akkor Y. Nagyon picit megdöntöm. Így. És akkor megpróbálkozunk vele, oké? Okay? Mit szóltok hozzá? Na, adjunk neki az érzésnek. Fordulás. Gyors lesz ám, mint az őrület. Az a lényeg, hogy úgy szoktak fölvenni, hogy először ugye meg... föl szoktak úgy is menni, hogy nincsen semmilyen emelkedő. Először úgy szoktak ugye, hogy kanállal fölsegítik magukat, utána átfordítják a kanalat, és akkor föltolják a kanállal magukat. Tehát az nem tudom, hogy ebben a játékban működne, én gyanítom, hogy lehet, hogy nem. Ezért én inkább úgy ezt a lépcsőt kihasználva próbálkoznék. Előre nem tudom, fölmegy a lépcsőn vajon, gyerekek? Mit gondoltok? Nem tudom, talán. Ez olyan, mint valami kis robot. Na gyerekek, úgy nagyon királyok vagyunk, gyerekek. Oppa, oppa. Kicsit a fizika kicseszed velünk. Na. Na jó, mi van ma? És miért nem megyünk fölfele? Nem mondom, neki nem megy. Ilyenkor jön az, ugye ez a megoldás, hogy kicsit meg kell tolnunk magunkat, fölemeljük. Na, mindjárt meglátjátok. Hogy? Visszaváltunk kezőre. Nem, semmi. Jók vagyunk. Ne, mi jó, mit csinálsz, Sanyi? Szórakozzál vele. Föl kéne emelni. Hogy? Ne ess le! Ne ess le! Nem tudom, az nagyon szűk az... Jaj! Na most. Nem rossz. És az a kérdés ugye, hogy itt hogy fogom megcsinálni, azon gondolkoztok. Mert itt van egy ilyen áthitalhatatlan akadály. Most először annyi, hogy kiszállok, és jobban odaállok. Jobban a falhoz. Nem sikerül nagyon odaállnom ahhoz, hogy ilyen falhoz, ugye? Hát még egy kicsit odébb. Teljesen oda kéne állnom a fal mellé. Na, most ez sikerült, végre. Oké, kiszállunk. Így, és akkor most a izével kéne, a kanalat át kéne vinni a túloldalra.
Ez nem jó. Ja, mert na, meglökte magát a izé. A kabin nem fér el, bassza meg, na, jó mindegy, most sikerült. Visszakír a három egyenesbe. Úgy, jó. És akkor megemeljük magunkat a kanállal. Nagyon picit. Így, és akkor most megpróbálunk előre menni. Jó, most megint kanál. Kicsit magunk alá húzzuk. Meg egy kicsit lejjebb engedjük magunkat, hogy már kapja el a platót. Úgy. Kicsit megint a kanálon kell módosítani. És most már egy kicsit le is engedhetjük magunkat szerintem a platóra. Valami akadás van, de nem tudom mi. Nem jó még. Még egy kicsit a... Még lejjebb vagyok, egy kicsit, hogy magam alá rakom, és így emelek magamon. Jó? Oké. Még emeljük magunkon. Aha, nem akar. Van egy ötletem. És van egy ötletem. És tényleg csak a kanállal küzdeni. Egy olyat, hogy beleakasztjuk a platóba oda. Én gondolom, hogy ide be kéne akasztani valahova. Akkor... nem tudom, megpróbálok menni. Nem akar menni, nem akar fölfele menni a izet. Megdöntsem egy picit a platót, hogy ráizeljen a géppel. Nincs hely a kiszálláshoz, hoppá, ki sem tudok szállni. Nem akar feljebb menni, egyszerűen nem megy feljebb. És nem tudok kiszállni. De várjátok átülni meg gépbe így. Így átengedi. Kicsit megdöntöm, megjomol a platónkat. Hát ez nem biztos, hogy jó. Inkább megpróbáljuk a másik irányba. Nem akkor átbillenni, ugye. Megpróbálom így, nem kap fel rajt. Átszállunk. Egyszerűen nem akar. Nem. Egyszer nem. Addig nem érek el? Legelejéig. Hiába nyújtom ki teljesen a kovat, vagy bármi, nincs akkor, nem akar átrendülni. Hopp. Meg kéne lengetnem magam egy kicsit, és akkor amikor leér, akkor rátabolok, és akkor most. Ó! Oh. Nem megy fel, baszd meg! Eskü nem megy fel, gyerekek. Megpróbálok rátolni egy kicsit még. Jaj! Tolas! Nem szabadod volna indítani a motort? Nem tolat? Kézi fék! Várjátok! Nem kéne szállnom a Verdába. Talán akkor megáll a... Jaj, bázzá. Nagyon nem jó. Megakasztom magam, vagy nem tudom, valamit ki kéne találni. Most annyira idegesített ez, hogy ezt meg akarom csinálni. Úgyhogy megakasztjuk magunkat. Úgy, na valami ilyesmire gondoltam, gyerekek. Menni nem megy előre szerintem. De egy picit ment. Oké, okay, visszatab. És még... Nehogy leess! Jó, Sanyi! Hülye vagy, bazd, nem szabadod volna kiakasztani most. Megakasztjuk meg így magunkat. Elbassz meg, ez nem hiszem el. Hoppa! Jó, elbugoltunk. Ó, pedig annyira jó volt! Oh no! Mi történik? Ja, az is istenem. Leülünk a padra, jó. Oké, okay, jó, befejeztem. De különben baj nem sikerült, nem? Jó,
Nehéz az irányítás, fogjuk arra. Na, köszi, hogy itt voltatok, jók legyetek, egy megbízást megcsináltuk, meg mi van, hát feljétezünk. Köszi, sziasztok! Ja, és akkor a következő részben megveszünk a döbbet, és akkor van a felszorulunk minden raklapot, és lehet tudom billenteni. Ha? Na, sziasztok!